Svébisgmünd és Székesfehérvár 1991-ben kötött testvérvárosi kapcsolatot, amely azóta is töretlenül fennáll a városok között. Általa diplomáciai látogatások, szakmai együttműködések jöttek létre, és értékes barátságok szövődtek, melyek egyre erősebbé, gyümölcsözőbbé tették a kapcsolatot. A székesfehérvári és a német testvérvárosi tűzoltók közötti partnerség 30 éves múltra tekint vissza, és méltó módon példázza a bajtársiasságot, a szolidaritást. Székesfehérvár részéről korábban a hivatásos fehérvári szakemberek tartották fenn a szakmai baráti együttműködést, majd 2014 óta a Fehérvári Tűzoltó Egyesület vette át ezt a feladatot. Önmagában a 30 évről beszélni bármilyen közösségek kapcsolatában jelentős dolgot jelentene, de itt ennél többé is beszéltünk, hiszen nem csak barátságokról és kulturális találkozókról beszélünk, hanem nagyjából kb. 10 év múlva a Fehérvári Tűzoltó Egyesület becsatlakozott ebben a partnerkapcsolatban a német tűzoltósággal. Aktív szakmai életet is tudunk együtt élni abból a szempontból, hogy Németországból származó tűzoltógépjárművekkel, tűzoltó szakfelszerelésekkel tudjuk ellátni munkánkat. Cserpalkovics András polgármester különlegesnek nevezte a két várost összekötő kapcsolatot, majd hozzátette, hogy éppen az ilyen barátságokban találjuk meg az Európai Uniós tagság igazi és legfontosabb tartalmát. A kapcsolat mondjuk Svébisgmünd és Székesfehérvár között az önmagában egyébként régebbi, egy évtizeddel, mint ahogy mióta mi az Európai Unió tagjai lettünk. De mégis az európai közösség, a közös gondolat az ilyen együttműködésekben és barátságokban jelenik meg. Viszont két város együttműködése akkor fog működni, hogy túl azon, hogy a városvezetések között van egy jó emberi és szakmai együttműködési szándék és kapcsolat, ha ez megjelenik a civil társadalom különböző szegmenseibe. A 30 éves kapcsolat emlékére elismeréseket vehettek át a német és a magyar tűzoltók.